nem indult könnyen a 2024-es esztendő a Gyulai Agrár ZRT-nél, hiszen az év első 4 hónapjában szinte nem esett csapadék a területeiken. A májusban érkezett esővel ugyan kizöldült a természet, de a szárazság érződni fog az idei terméseken, hangsúlyozta Ancsin Péter ügyvezető a 3 téma műsorában. Június első felében már az aratás előkészületei zajlanak, de ebben az időszakban kezdik betakarítani az agrárkörnyezetgazdálkodási programban résztvevő földekről is a növényeket. Ancsin Péter elmondta, a Gyulai Agrár ZRT területeinek 5%-ával vesznek részt a természet és környezetvédelmet támogató programban, ezek egyike a fehér és fekete körös közti földterület. Ennek keretében az a tábla például, ahol most állunk, az egy olyan vetett ugartábla, egyébként majdnem 50 hektár, amin olyan fűkeverékeket vetettünk, ami a természet fenntartását segíti elő, és ráadásul ezeket a füveket május 31-ig nem is lehet betakarítani az agrárkörnyezetgazdálkodási program szabályozásai miatt. Ennek az elsődleges célja az, hogy a természettel összhangban együtt tudjunk működni, biztosítsunk életteret a rovaroknak, bogaraknak, madaraknak, akik kihasználják ezeket a zavartalan területeket. A legtöbb tavaszi vetésű növény a napraforgó és a kukorica, de mellette egy kisebb, 40 hektáros területen szóját és második éve 100 hektáron már szemeszcirokot is termelnek, mondta Ancsin Péter. A kukoricához hasonlóan a cirok is egy jó tápértékű, szemes takarmány növény. Az alacsony előállítási költsége és az állati takarmányozásban betöltött szerepe is amellett szól, hogy a szemes cirok termesztése jó döntés volt 2 évvel ezelőtt. Az ügyvezető kiemelte, a májusi eső megmentette a tavaszi vetéseiket. Nagyon sokat segített a növényeknek a megindulásába, elősegítette a gyökeresedést is, elősegítette a növényeknek a levélzetének a kifejlődését, és nagyon szép állapotban vannak. Tehát ha meg tudjuk őrizni őket ilyen szép állapotban, nem lesz valami olyan időjárási probléma, ami ellehetetleníti a fejlődésüket, akkor szép reményekkel vagyunk. Gyönyörű, szép haragos zöldek a kukoricák, a napraforgók lassan virágzani kezdenek, csillagbimbós állapotban vannak, most némi növényvédelemre kell majd figyelnünk a napraforgónál, gomba ellen, baktérium ellen meg kell védenünk őket, és ha ez sikerül, akkor bízunk benne, hogy augusztus-szeptemberben szép betakarítási időszaknak nézünk elébe. Az évelei szárazság hatása az őszi búzánál elsősorban a gabona bokrosodásában mutatkozik, a kalászok és a szemek mennyiségén nem érződik. A Gyulai Agrár ZRT szakemberei bizakodóak az aratás megkezdése előtt, és a májusi csapadék miatt optimisták az év hátra lévő részére is.